Szép napot kívánok, üdvözlök minden kedves nézőt! A mai napon egy kis talk videót szeretnék nektek csinálni, ugyanis észrevettem az IBM matatva, néztem pár alien figurát, és kíváncsi voltam, hogy beírok egy-két szót, és ilyeneket dobált ki, hogy Friday 13th game Uber Jason Steam only. Ez mi a faszom, bassza meg? Szóval arra merek következtetni, hogy a csalók ismét Uber JSON kódokat tettek fel eBay-e, ezeket semmiképp se vegyétek meg, mert ezek nem legális forrásból származó kulcsok, amikért a GunMade ugye se felelősséget nem vállal, sőt ki is dob titeket a játékból. Most próbaképpen rákattintok egyre erre a Friday Uber JSON only, és akkor itt kiír egy gyerek, hogy mit tudom én, csak kód értetted. És ez azt értem, hogy mi a faszom bazd meg. Említőleg azt írják, hogy a kód az a, mi az Kanadában található. Na most nézzük meg, hogy hány ilyen kódot töltöttek föl? Kettőt. Tehát most két ilyen csaló ember van, aki ugye megpróbálkozik a maradék kódokat elslisszolni. Úgyhogy ez elég szánalmas. Egyiket se vegyétek meg, mert az Uber JSON úgyis ki fog jönni majd ingyenesen a Friday 13th game-be. Bár itt van, hogy látszik egy-két ilyen csaló, aki megint megpróbálja megslisszolni az alkalmat, és elpasszolni a maradék kulcsokat. Mondom, ezeket semmiféleképp ne vegyétek meg. Az egyik például, nem is tudom, hogy nézzük meg ezt a másikat, mit tud ez a másik? Ez 4000 forint. Francia. Sőt, ez azt írja, mutassátok, ez mit tud. Ez még képeket is töltött föl, nézzük csak meg, milyen képei vannak ennek a gyökérnek. Itt az Uber JSON, de ugye hát ez egy, egy nem legitim karakter, tehát mégse jelent. Nézzük ott, hogy a hülye gyerek még föl is töltötte a videót, szánalmas amúgy, és azt, mi a faszom véres Uber JSON, ez hogy a kurva anyjába gondolta, bazd meg. Savini skin, ugye aminek már eddig letiltották, hogy deaktiválták a kódjait, és nézzük azt mondja meg, hoppá, azt figyeljétek, ennek a JSON-nek ugye, az Uber JSON-nek nincsen itt a képe, mi a faszba az meg? Szóval már ebből is látszik, látjátok, hogy nem legitim forrásból származik a kulcs, mivel ki se jelzi a dolgokat, ugye a JSON-t maga a képét ki se jelzi a programba, ugyan a dolgok itt vannak, hogy mivel, mit tudom én, nem is tudom milyen nyelven, francián karattyolnak itt. Nem is értem, de azért se legális forrás, hogy láthatjátok, mert nincs meg a JSON-nek a képe. Ez a gyökér, meg ráadásul föl is tölti bazon a képeket, rohadjon meg. Nézzük csak meg. Sőt, és a gyerek azt állítja, hogy ezt tauntok is tartoznak. Mi a fasz? Tauntok, de hogy? Ezt nem értem ahogy. A tauntok azok, nem tudom. Hát azok a normális tauntok, plusz azok, amiket megvásároltam, egy leti, ez a gyerek konkrétan egy Steam-es akkot árul, ez nagyon szánalmas, bazdmeg. Mert ugye emótokat nem tud csinálni senki, csak ugye az nem hiszem, hogy... És valaki ilyeneket is el. Lehet, hogy ez az két dolgotól kell képzelni, ez vagy egy Steam-es fiókot árul, amin a Jason X van, ugye, mint a nem legitim forrásból származó kód, a másik pedig, de az lehet, hogy valami, hát nem tudom, bazd meg, ennek alapján, hát itt nincs is itt a JSON, bazd meg. Hát hol vannak itt, ez nagyon nem stimmel itt valami, bazd meg, úgyhogy ez nagyon szánalmas. Úgyhogy mindenképp jelenteni fogom a készítőknek, hogy ilyen emberek vannak megint, akik próbálnak kódokat elsúvasztani, ilyet semmiféleképp ne vegyetek. Itt azt állítja a gyerek, hogy... Friday 13th game Savini JSON-t és Uber JSON X-et árul plusz emotokat Steam-re. Ilyenekkel semmiféleképp ne érdőjetek be, mert ez egy színpadcsalás, nézzük az üzenetet. Pakkol Uber JSON, mi Body Skins, bazd meg, hagyjuk már. Hát a JSON X, bazd meg azt, hogy JSON X only Viva Playing Game, bazd meg. Egy nyomadék idióta. És lehet, hogy leszerkesztette, de nem hiszem, bazd meg, vagy lehet, hogy leszerkesztette. Mert mi az, hogy Jason X Brody skin, bazd meg? Hát az nincs Brody skin. Hülye nyomadék, bazd meg. Húzzon az ilyen az anyjába, bazd meg. Tehát egyszerűen is értem az ilyen. Lehet, hogy lesz majd rá dolog, meg lehet, hogy lesz majd
rá valami skin, de hát bazd meg ilyet föltenni, bazd meg. Ez egy bűs csicska volt. Itt azt ír, hogy Uber Jason, Savini, Jason plusz féles skin DLC-t kapsz, emote pakkokat, bazd meg. Ez emote pakkot, hogy a kurva anyám kapsz, bazd meg, amikor azok a challenge-ekhez jöttek. Szerintem ez valami Steam-es akkot árul amúgy. Jason X az a csak a játékban nézhető meg, nem nézhető meg, amikor kiválasztod. Hát már akkor nem stimmel valami. Tehát ilyenekre figyeljetek oda, hogy miket vásároltok, mert jól átbasznak titeket, és ráadásul annak a teteje, hogy átbasznak. Még ahhoz képest ugye nem legitim forrásból számozó kódot kaptok, ami ugye úgynevezett fejlesztői kitiltást fogtok kapni előbb-utóbb a Steamen, mivel, bocsánat, nem olyan nem legális forrásból származó kódot vesztek. Úgyhogy ilyenekre figyeljetek oda, én is csak most botlottam bele, most kíváncsi voltam az eBay-re, fölmentem egy figurát megnézni, és mondom, kíváncsiak, hogy beírom, hogy vannak-e még ilyenek, hogy mert voltak ilyenek, hogy itt hallottam egy ismerősömtől, hogy most már az eBay-n is árulnak Savini kódokat. Hát mondom, bazd meg, beírom ezt a Jason X-t, és ilyeneket találok. Ez nagyon szánalmas, basszus. Mondjuk azt még megértem, hogy az autogram az oké, okay, az mondjuk nekem is kéne az autogram, meg ez a Jason is nagyon kéne, ez az Uber Jason, de nem fogok non-legitim forrásból származó kódban, ez biztos. És azt mondja, hogy ez 15 az ilyen, nem tudom mennyi, ez úgy van, igen, itt van egy ilyen beszúrt egy ilyen mezei képet, amit letöltött a wiki oldalról, és ide itt, hogy Shipping Free Canada Post, USA Letter Post, mi a fasz, bazdmeg. Komoly. Szóval ilyenekre ne dőljetek be, mert a végén úgy ráfáztok, hogy én láttam egy ilyen gyereket Steam-en annak idején, aki ezt a Jason X-et is használta, meg hát ugye amikor az szerintem az izé volt még, amikor a Part 8 modell át volt hackkelve, aztán vagy lehet, hogy a Jason X volt, nem is tudom, már nem, mindegy. És pont ugye mutatta, már csináltam a videót, amikor ez a Jason jön, akkor ugye pont ezt a képet rakja a kis képbe a Jason helyére, az biztos, hogy csal. Úgyhogy ilyeneket nagyon gyorsan reportoljátok, hogy eltűnjenek, mert azért ez elég szánalmas, hogy itt megint kódokat árulnak. Tehát ezek ilyen biztos ilyen rohadt csalók, akik megpróbálják átbaszni az embereket. Úgyhogy ilyenek nagyon féltek oda. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok, itt én Alien voltam.